Július 25-ig lehetett szavazni a klímaváltozással is fenyegetett tavak és mocsarak nagyköveteként három récefajra. A vizes élőhelyek eltűnésével a bőti réce egyedszáma is folyamatosan csökkenőben van. Nekünk embereknek pedig tisztában kellene lennünk azzal, hogy a természetvédelemmel elsősorban saját magunkért és gyermekeinkért teszünk, mert ha az rendben lenne, nem fordulhatna elő, hogy fajok pusztulnak ki mellettünk. A Madártani Egyesület indított el Magyarországon az év madarát, 1979-ben, azóta nagyon sok szervezet nevezi meg az év faját. Alapvetően ez egy kommunikációs eszköz, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár ne lenne rá szükség, mert az év madarának lenni általában nem jó. Általában olyan madarakat választott ki a szakmai stáb, vagy választhat most ki a lakosság szavazással, amivel kapcsolatban valamilyen természetvédelmi probléma van. 2025-ös évre az év madara választásnál a fő rendező elv az a vizes élőhelyek, ezen belül is a kis tavaknak a védelme, tehát a lápok, mocsarak, illetve a szikes tavaknak a védelme. Ugye különösen az utóbbi esetében, a klímaváltozás következtében ezek a mondjuk a három legfenyegetettebb élőhely típusba tartoznak. Ugye a legérdekesebb, legspeciálisabb ezek közül Magyarországon talán a székek világa, a szikes tavakat hívják a Duna-Tisza közén is, akár a Tiszántúlon is székeknek. Ugye a nevükben is megjelenik szívós szék, szappanszék és még sohat nem. Ezek szikes területeken, nyílt síkvidéki területeken vannak, ezek sekély mélyedések, amik az őszi és a téli csapadék, illetve a tavaszi csapadék hatására az állapotban, amikor volt még ilyen, ezek szépen feltöltődtek, és a szíksós talaj miatt nagyon erősen sósak. Ilyen élőhelyjel, ilyen vizes élőhely típussal csak a tengerpartokon lehet találkozni, és éppen ezért nagyon speciális az élővilága, többek között a madárvilága is ezeknek, és akkor a vízimadárvédelmi szakosztálya a Madártani Egyesületnek három fenyegetett madárfajt ajánlott föl szavazásra, a bőti récét, a kanalas récét és a nyílfarkú récét. Ezek mindhárom esetében az a közös rendező elv, hogy ilyen pici sekély, de állandó vízású tavacskákban szeretnek fészkelni. A madarak védelmén keresztül, mivel nagyon sokszor ugye az embereknek azt mondjuk, hogy védjük a szikes tavakat, akkor azt mondja a háziasszony, miközben szeret előrébb, hogy mi közöm nekem a szikes tavakhoz, a nem tudom mihez. De ha azt mondom, hogy van itt egy tündi-bündi, nagyon szép, nagyon ritka, édi-bédi madár, akkor az emberek felkapják a fejüket, ja, és ez ott él, akkor így meg lehet védeni. Ugye az ökológiában vannak ezek az úgynevezett esernyőfajok. És mondok egy mindenki számára ismerős példát, például a pandamaci. Ugye a pandamacit mindenki imádja, nem csak az anyukája, és mivel a pandamaci, mint minden élő, a saját élőhelyén él, a pandamedvék esetében ugye itt a bambuszerdőkről, a hegyi bambuszerdők, vagy a síkvidéki bambuszerdőkről van szó. Ha megvédem a pandát ugye nem úgy védem, hogy rá gumipókozok egy természetvédelmi őrt puskával, hanem az élőhelyét kell megvédeni, és minden, ami a panda medve élőhelyéhez kötődik, tehát a bambusz erdők világához, növények, gombák, állatok, azt mind meg tudom védeni, tehát a panda maci védelme, mint egy esernyőként védi a teljes élőhelyet. Ezért nagyon fontos ez az év madara kampány, mert egy elvont természetvédelmi problémát, kis tavak kiszáradása, vagy a szikes tavak esetében óriási gondot jelent a szárazodás, mert az, hogy még mindig ott vannak azok az átokverte 60-as, 70-es években kidolgozott csatornák, kialakított csatornák, amik elvezették a vizet. Ugye milyen érdekes, hogy jóval több mint 100 éven keresztül üdvözöltük Magyarországon a folyamszabályozást. Most pedig gyakorlati szempontból sokkal jobb lenne ezt visszacsinálni, mert meg kéne tartani a vizet, mint egy hihetetlen kincset, amiből aztán lehetne öntözni, locsolni. Tehát ez a lényeg ennek, hogyha azt mondjuk, hogy
itt van mondjuk a Böjti Réce nyerte ezt a szavazást, valami 52%-ot kapott, akkor sokkal inkább háromdimenziósá lehet tenni egy elvont problémát, és valóban rólunk van szó. Ugyanis, hogyha sikerül a legfenyegetettebb élőhely típusok közé tartozó kis tavakat a klímaváltozás közepette megvédeni, megtartani, visszahozni, az azt jelenti, hogy Magyarországon sikerült megoldani az eddig egyébként nem megoldott esővíz, illetve folyóvíz megtartást. Ez mit jelent mondjuk a mindennapok házi asszonya számára, aki éppen a répát szereteli az ebédhez, a leveshez? Az, hogy sokkal olcsóbb lesz az élelmiszernövény, akár az a répa, és stabilan lesz is, mert tudunk locsolni akkor is, amikor aszásújtja az országot. És milyen érdekes, elkezdtünk beszélni a Böjti Récéről, ugye egy átlagember azt mondja, hogy Böjti Réce mi is az, egyszer volt, de kikezeltettem, mert valószínűleg egy bőrbetegség lehet. Nem. És ugye a Böjti Récétől eljutottunk oda, hogy Magyarországon hogyan lehetne és miért kellene megoldani a víz megtartást és az öntöző víz biztonságot is. És hogyan ide megint a Böjti Réce? Hogyha elárasztjuk a megfelelő területeket, ahova egyébként tök értelmetlen bevetni búzát, kukoricát, mert ott szik van, meg belvíz van, na ott meg fog maradni a Böjti Réce, de ha van Böjti Récénk az országban, akkor biztos, hogy van öntözővízünk, és ha van öntözővízünk, akkor a répát szeretelő háziasszony is boldogabb, mert nem 800 forintba kerül egy kiló sárga répa, hanem csak mondjuk 84-be.